Több mint 48 órán át maradt víz nélkül több háztartás Gyergyószentmiklóson. A meghibásodást ezúttal is az Arconz cég szakszerűtlen munkavégzése okozta. Gyergyószentmiklóson 9-szer tartottak figyelemfelkeltő rendezvényt a Cukorbetegek Világnapja alkalmából. Mintegy 95 résztvevővel országos pontszerző amatőr B kategóriás asztali tenisz verseny szervezett a Gyergyó Asztali Tenisz Sport Egyesület. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, ha tehetik, tartsanak velünk. Életének 97. évében vasárnap elhunyt Ferenc Béla, sokak által Ervin atyaként ismert ferences szerzetes, közölte honlapján az erdélyi Ferences rendtartomány. Lelkipásztorként egyebek között Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, Zetelakán, Tornyán, Désen, Déván, Fogarason szolgált. Életét az evangéliumért és az igazságért való kiállás jellemezte, amelyért a kommunizmus ideje alatt két alkalommal is bebörtönözték, áll a Ferences rendtartomány gyászjelentésében. Ervin atyáért a Csíksomlyói kegytemplomban mutatnak be hétfőn 16 órától engesztelő szentmise áldozatot. Kedden Gyergyószárhegyen ravatalozzák fel, temetésére pedig szerdán, a 13 órakor kezdődő szentmise után kerül sor a gyergyószárhegyi Ferences kolostor temetőjében. A víz- és csatornahálózat kiépítésével dolgozó Arconz vállalat szakszerűtlen munkavégzése újabb meghibásodást okozott a fővezetéken, ezért a hétvégén több utca háztartása víz nélkül maradt. A felelősség a kivitelező céget terheli, az önkormányzat bizottságot hoz létre, annak érdekében, hogy kivizsgálják a helyzetet, és a felelősségre vonás is megtörténhessen. Többedik alkalommal maradnak ivóvíz nélkül a gyergyószentmiklósi háztartások. Ezúttal egész hétvégére szűnt meg a szolgáltatás a város több utcájában, egyes helyeken pedig még hétfőn sem volt víz. Az ok az, hogy a víz- és csatornahálózat kiépítésével megbízott cég, az Arconz munkatársai ismételten szakszerűtlenül jártak el. A korábbi egyesség ellenére hétvégén dolgoztak. Munkájuk során a külső utcában a régi azbeszt vezeték elszakadt, a Nikolai Bölcsescu utcában pedig a vezetékekre adott nyomás robbantotta el a csöveket. A Városvezetés Bizottságot hoz létre, amely megvizsgálja a történteket. Beruházás abba a stádiumához érkezett, amikor november 30-ai határidővel beszeretnék fejezni a kivitelezési munkálatokat, és ennek az utolsó fázisa pedig éppen az, amikor az új rendszert a régivel kötik össze. Ilyen ásásokkor pedig figyelembe véve az, hogy a régi rendszer az több 10 éves, 40-50 éves vezetékek vannak a földbe, azok nyomás hatására megpattanak, elrepednek. Azt is el kell mondanunk, hogy ezért a felelős az Arconz cég, hiszen ő a kivitelező, és ő nem járt el megfelelőképpen, hiszen általában egy olyan megegyezésük van a helyi szolgáltatóval, a GoRT-vel, hogy folyamatos felügyeletet biztosítanak a számukra, annak érdekében, hogy beazonosítják a földben elhaladó vezetékeket, abból a célból, hogy ne történjen ilyen meghibásodás. Megállapodás történt arra, hogy a hétvégén nem fognak dolgozni az Arconz cég részéről, és a megállapodás ellenére önfejű módon nekiálltak és munkálatokat kezdtek, melynek az lett az eredmény, amely sajnos most már mindenki számára egyértelmű. Éppen azért, hogy a felelős minél hamarabb és minél egyértelműen kiderüljön, egy polgármesteri rendelettel egy bizottságot nevezzek ki annak idejében, hogy személyi felelősséget keresünk az ilyen eseteknek, és amennyiben beigazolódik a gyanunk, akkor megfelelőképpen fogunk eljárni, hiszen most már lassan megengedhetetlen az, hogy hetente, két hetente ilyen helyzetbe sodorják a várost. Annál is inkább, hogy egy olyan munkálatról van szó, amelyeket szakemberek kellene végezzenek, és a munkálatok kivitelezése nem épp a szakszerűségről árulkodna. Az Arconz cég vezetője Dolhá Márcsel telefonos megkeresésünkre elmondta, hogy nem kíván nyilatkozni az ügyben, de tudnak a történtekről és mindenkit arról biztosított, hogy egy órán belül a nap végéig mindenképp helyreáll a vízszolgáltatás. A meghibásodás kapcsán kihangsúlyozta, hogy tudják azt, hogy a kivitelező hibázott, ők is keresik a konkrét felelősöket az ügyben. Ugyanakkor hozzátette, hogy az esetleges bizonyított károk megtérítését is felvállalják. Emellett elmondta, hogy ez év végéig fejezik be a munkálatokat, a rendszer működtetését azonban csak jövőben kezdik meg. Nem titkolta, hogy a lakosság számíthat még meghibásodásra, mert mint mondta, nagyon régi a vezeték, mindig éri őket meglepetés a munkavégzés közben. Az önkormányzat felhívja a lakosság és az érintett cégek figyelmét, hogy ahol a vízhiány miatt készülékek hibásodtak meg és kár keletkezett, jelezzék azt a polgármesteri hivatalban, hogy közösen fogalmazzanak meg kártérítési igénylést,
és a felelősségre vonás is megtörténjen. Baleset történt ma hajnalban a DN13B jelzésű úton Gyergyószent Miklós és Gyergyó alfalu között, áll a Hargita megyei rendőrség beszámolójában. A sofőr és az utasok is részegek voltak. Az autó Gyergyószent Miklósról alfalu felé tartott. A sofőr túl gyorsan hajtott, a nedves aszfalton megcsúszott és egy kanyarban lesodródott az úttestről, majd felborult. A balesetben súlyosan megsérült a 23 éves SE nevezetű Gyergyó Csomafalvi sofőr és két utasa, a szintén 23 éves GE nevezetű Gyergyó Csomafalvi és egy 17 éves KB nevet viselő Gyergyó Alfalvi fiatalember. A fiatalok egy buliból térhettek haza, mert mindannyiukat megszondáztatták, és a műszer 0,60 mg per liter, 0,91 mg per liter, illetve 0,54 mg per liter alkoholt mutatott ki a leheletükben. A járműben 10 000 lejes kár keletkezett, a gépkocsi vezetője ellen ittas vezetésért és gondatlanságból elkövetett testi sértésért indult vizsgálat. A Gyergyói Cukorbetegek Egyesülete, valamint a Hargita megyei Ifjúsági Cukorbetegek Egyesülete 9-szer tartott figyelemkeltő rendezvényt a Cukorbetegek Világnapja alkalmából, szombaton a Korona termében. A meghívott előadókat közel 100-an hallgatták, és az ismertetők mellett ezúttal is volt ingyenes vércukor és vérnyomásmérés. A Cukorbetegek Világnapját első alkalommal 1991-ben tartották meg, látva a cukorbetegség világszerte növekvő terjedését. Azóta népszerűsége folyamatosan nő, ma már több mint 350 millió embert kapcsol össze a világon, köztük az egészségügyi ellátás szakembereit, ápolókat, cukorbetegeket és a társadalom valamennyi tagját. A Gyergyói Cukorbetegek Egyesülete, valamint a Hargita megyei Ifjúsági Cukorbetegek Egyesülete is évek óta tevékenykedik azért, hogy felhívja a figyelmet a cukorbetegség megelőzésére, kezelésére, ezért tartottak szombaton rendezvényt, megünnepelve a világnapot. A motto ezúttal a Tarts kézben a diabéteszt volt, ennek jegyében hívták az előadókat is, dr. Bartalis Hajnal, diabetológus szakorvos, Székely Dorottya dietetikus, valamint Bálint Linda a Fitpoint részéről a megfelelő kezelést, étrend és testmozgás egyensúlyát hangsúlyozták. Tudtuk meg Szucsu Gábortól, a Gyergyói Cukorbetegek Egyesületének elnökétől. Közel 100-an vettek részt a rendezvényen, amelynek keretében lehetőség volt ingyenes vércukor és vérnyomás mérésre, valamint tombola sorsolással tették szórakoztatóbbá a programot. Kiemelt támogatójuk a helyi polgármesteri hivatal, valamint az ECO gyógyszertár volt. Idén még tervez ingyenes vércukormérést a Gyergyói Cukorbetegek Egyesülete. Emellett minden hónap első hétfőjén 17 órától tartják az egyesületi gyűlést, amire szeretettel várják az érdeklődőket a Kárpátok utcai székhelyükre, az egykori községháza épületébe. Nagyszabású rendezvénnyel indította a parlamenti kampányát tegnap az RMDS a kolozsvári Horiá Demián sportcsarnokban. A szónokok az Erdély a jövő kijelentése köré építették beszédeiket. Az RMDS kolozsvári kampány nyitójára 1500 személyt hívtak meg, jelen voltak a szövetség parlamenti jelöltjei, valamint a szövetség színeiben mandátumot nyert polgármesterek, alpolgármesterek, helyi és megyei tanácsosok. Ugyancsak tegnap indította kampányát a Nemzeti Liberális Párt is Bukarestben. A rendezvényen bemutatkoztak a jelöltek és ismertették a párt kormányprogramját is. Az eseményen részt vett Dacian Csolos kormányfő is, aki azt mondta, olyan parlamentet szeretne, amelyben abszolút minden honatja az emberek érdekében dolgozzon. A kormányfő kijelentette, reméli, hogy a román állampolgárok megértik, az ország sorsa tőlük, az ő cselekedeteiktől függ. Követendő példa a Milbus csoport a nemzetközi természetvédelmi együttműködések tekintetében. Határon átnyúló projektjeik hozzájárulnak a LIFE program sikeréhez, ezt állapította meg a LIFE programot vizsgáló környezetvédelmi kutató intézetek által végzett tanulmány. A Milbus örül a dicséretnek, de kifogásolja, hogy 2 éve nincs lehetőségük újabb pályázatok benyújtására. A Bukaresti Egyetem Kutatóintézete, a Környezetvédelmi Kutatási és Hatástanulmányközpont és az Ohio Egyetem Biológiai Intézetének munkatársai vizsgálták az Európai Unió LIFE programját, mely az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató pénzügyi eszköz. A kutatóintézetek a tanulmányban elsősorban azt értékelték, hogy a LIFE projekteket vezető és azokban résztvevő egyesületek mennyire hatékonyak, mennyire hoznak létre nemzetközi együttműködéseket. Ebben bizonyult jónak a Milvusz csoport, madártani és természetvédelmi egyesület. Nekünk ez egy kicsit fura volt olyan szempontból, hogy általában, amikor készül egy tudományos publikáció,
mondjuk mi is szoktunk írni, akkor az a madarakról szól mondjuk. És most egy olyan publikációt, ami az Egyesületről szólt, tehát helyet cseréltünk a madarakkal most. De örömmel vettük azt, hogy az eredmény az volt, hogy az Egyesületet mint egy jó példát hozták fel. Abból a szempontból, hogy nemzetközi kollaborálásokat hoztunk létre gyakorlatilag különböző szomszédos országokkal, Magyarországgal, Bulgáriával. Együttműködést létrehozni nem könnyű, hiszen országonként eltérőek a jogszabályok, vannak nyelvi akadályok is, de kiemelt fontosságú, hiszen az állatállományt védeni, adott fajokkal kapcsolatos problémákat kezelni nem elég egyik országban. A korábbi években a Milvus Life projektjei közül kettőt is beválasztottak az azévi legjobbak közé, a békászósas és a kerecsensólyom védelmi projekteket. Zajlik az újabb kerecsensólyom védelmi projektjük, valamint a parlagisas és a szalakóta megóvásáról szóló határokon átnyúló program. Probléma azonban, hogy a Life alapból támogatása pályázóknak egy 25%-os önrészt is elő kell teremteniük, amit korábban a Milvus állami intézményekkel együttműködve tudott biztosítani. De ez az opció két éve megszűnt, civil szervezetek önrészét nem állja már az állam, egyedül viszont nem tudják előteremteni. Nem tudtunk leadni az utóbbi két évben Life projekteket, csak azokról beszélünk, amiket ezelőtt 3 éve adtunk le, és akkor még kaptunk hozzá önrészt, és azok még mindig futnak, hiszen ezek 4-5 éves pályázatok. Úgyhogy ha ez nem változik meg, akkor köszönjük a dicséreteket, de a román kormány, illetve a minisztérium miatt nem lesznek nagyon csak olyan live projektek, amelyeket az állami szféra visz. Viszont ebből mind kevesebb van, hiszen az állami szféra nem olyan lelkes pályázó, mint egy civil. Egyrészt a másik probléma pedig az, hogy Románia ezáltal veszít. Hiszen Románia is befizet ebbe a pénzalapba, így az lenne az érdeke, hogy minél többet visszapályázzon természetvédelemre. Környezetvédelmi minisztériumi szinten ismert a probléma, mondta el Papp Tamás, azonban ott meg is rekedt a kérdés rendezése. A Gyergyói Jazz Club következő fellépője a Dávid Iyengi-Barian trió. A három elismert művész, Dávid Iyengi-Barian világhírű örmény harmonika művész, Bata István bőgő, Badics Márk dob, november 9-én, szerdán délután 6 órától játszik az örmény katolikus templomban. Ez bérleten kívüli koncert, jegyek ára 10 lej, melyeket a művelődési központ irodájában vagy a rendezvény előtt a helyszínen válthatók. A Progin pénteken és szombaton este a Csíkszeredai Sportklubot fogadta a Gyergyószentmiklósi műjégpályán. A szurkolótábor örömére a nehéz ellenféllel is fel tudta venni az iramot a helyi jégkorongcsapat. Ugyan nyerni nem sikerült, de jól játszottak a piros-fehérek, és szoros eredménnyel zárult mindkét mérkőzés. A pénteki találkozót nevezhetjük sikeresebbnek a hazaiak szempontjából a két Progin Sportklub összecsapás közül. A vezetést ugyan megszerezték a vendégek, de a piros-fehérek ember előnyben Csergő Hunor góljával egyenlítettek. A második harmad elején ismét az előnyt használta ki Kostromin, így 2-1 vezetett a Progin. A harmadik játékrész azonban a csíkiaknak ment jobban, két találatot is begyűjtöttek, majd a mérkőzés végén a sportklub csapat kapitányát két perccel kiállították. Novák jóvoltából újabb hazai gól született, így 3-3-as eredmény után következhetett a hosszabbítás, melynek elején megszerezte a győztes gólt a vendégcsapat. Ennek ellenére egy pontot gyűjtött a Progin is, ami az összesítésben fontos lehet. Ezek után nem csoda, hogy telt ház volt szombat este a Gyergyószentmiklósi műjégpályán. Az első harmadban ismét a sportklub szerezte meg a vezetést, majd Novák egyenlített. A második játékrészben azonban két korong is betalálta a piros-fehérek kapujába, de a házigazdák nem adták fel. Novák majd Csergő gólja révén egyenlített a csapat. A mérkőzés vége azonban nem sikerült a Progimnak, egymás után jöttek a csíki találatok, és végül 3-6-ra a sportklub győzött szombaton. A gyergyói csapat nem pihenhet sokat, kedden és szerdán ismét este 6:30-tól fogadja a Galaci Dunarjel csapatát. Ezek is nehéz mérkőzések lesznek, a piros-fehérek számítanak a hazai szurkolótábor biztatására.
Országos pontszerző amatúr B kategóriás asztali teniszverseny szervezett a Gyergyó Asztali Tenisz Sportegyesület szombaton a Bazilides Tibor sportcsarnokban. Az eseményen 95 játékos mérettetett meg. 95 asztali teniszező, nők és férfiak mérték össze tudásukat november 5-én az országos pontszerző amatúr B kategóriás verseny keretében a Gyergyó Asztali Tenisz Sportegyesület szervezésében. Ami megkülönbözteti őket, a két kategóriát, az átúrnés versenyeken már egy követelmény, egy minőségi asztal, és általában 150-160 versenyző vesz részt. A B kategóriás versenyek azok inkább az asztali tenisz népszerűsítésére való versenyek, és ott általában kevesebben szoktak részt venni. Na de a mi részünkről, a Gyergyói Asztali Tenisz Sportegyesület részéről elég szép haladat, hogy meg tudtunk rendezni egy ilyesmit, mert azért elég sok utánajárással van, de megérte. Megérte, mert jó volt a hangulat, jól érezték magukat a versenyzők, és megígérték, úgy, ahogy a tavaly is megígérte, hogy az jövőben is el fognak jönni. Maros Kovászna és Hargita megye 21 településéről voltak a résztvevők. Versenyzők haladó és kezdő, illetve open kategóriában versenyeztek. A reggel 9-kor kezdődött megmérettetésen előbb a selejtezőket tartották meg, majd ezután a továbbjutók újabb csoportmeccseket játszottak, ezt követte majd az egyenes kiesési szakasz. A döntőket délután bonyolították le, a díjazás pedig kategóriánként zajlott. 95 versenyző vett részt, akik két kategóriá voltak sorolva. Ezt azért csináltuk így, hogy úgymond mindenkinek legyen esélye, mert ilyen nagy versenyre eljönnek az országon nagyon jó helyezettek, akik az országos ranglistán azért fent vannak, és eljönnek, akik kicsit alacsonyabb színvonalú játékot játszanak, és hogy ne kerüljenek ők egybe, tehát legyen mind a kettőnek esélye. A Gyergyő versenyzők közül, ha jól gondolom, kb. 20-an, ha lehettünk, akik közül a haladó csoportba az első helyezett Bábics Tamás lett gyergyói, a második helyezett Tegzes Róbert lesz, aki ugyancsak gyergyói, és a harmadik helyezett Rádúj Ovidiu lett Füntenelle, és Popov Szabolcs Székelykeresztúrról. A felső csoportba pedig, úgymond az erősebb csoportba, ott Farkas Gábor Vásárhelyről, egy nagyon magas színvonalú játékot képvisel amúgy, Ince Levente Csíkszeredából, Farkas Bence ugyancsak Vásárhelyről, és Bardó Szilárd Kápolnásfaluról. A helyi önkormányzati és magánvállalkozók támogatásának köszönhetően a résztvevőket díjazták, és ebédet is biztosítottak számukra. A Gyergyói Asztali Tenisz Sportegyesület egyébként 4 éve működik Gyergyószentmiklóson, pillanatnyilag 24 taggal. Keresztes Zoltán, az egyesület alapítója elmondta, hogy sportklubként szeretnék bejegyeztetni a sportágat. Ennek folyamatát elindították már, év végéig várják erre a jóváhagyást. Amennyiben a bejegyzési visszaigazolást megkapják, jövőtől Gyergyói Pingpong Sportklub néven működnek tovább. Az egyesület egyébként a környező települések asztali teniszezőivel közösen csapatmérkőzéseket játszanak. Ősztől tavaszig zajlanak a megmérettetések. Ezek voltak már a híreink, köszönöm a Fénypontnak szentelt figyelmüket, a holnap esti viszontlátásra!